Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek december 9-ére. Ezek a kozmikus üzenetek, ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha látom a napi horoszkópban, hogy történik valami fontos, amit szeretnék közölni veletek. A felvétel mindig egy nappal előtte jelenik meg, így fel tudtok készülni a következő napra. Tudjátok azt, hogy mi várható. Mindez az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon-nagyon precíz számítás, megbízható. Ezen a napon, december 9-én a hold, azaz Pika holtházban van. Ez kihat ránk ezen a napon. Ez a holtház azt jelenti, hogy mennyire fontos, hogy legyen meg a magabiztos fellépésünk. Ezt ki kell mutatni a környezetünkben. Az is fontos, hogy meglegyen az elismerés. Ez a holtház viszont nem csak a külső hatásra utal, illetve arra, hogy mi hogyan hatunk másokra, hanem jelenti a lelki dolgokat is. Tehát kell a nyugalom, a belső egyensúly, és az is fontos, hogy elgondolkozunk azon, hogy mi szép, mi jó a mi lelkünknek. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat, ezek lehetnek családi témák, vagy az, hogy megtaláljuk a belső nyugalmunkat. Ezen a napon Spica csillag hat. Spica az jelent egy új kezdetet, és ez az új kezdet termést hoz. Ez az új kezdet gyümölcsözni fog, szerencsét hoz. Viszont van ezen a napon más hatás is. A hold az a mérleg jegyében van. Kihat az érzelmekre. A mérleg jegyénél fontos a belső egyensúly, a harmónia, a béke, egy szép környezet, a szeretet, a szerelem és az igazság. A hold eléri Vénusz bolygót, ami szimbolizálja a párkapcsolatot, ez Vénusz bolygó energiája. A hold pedig jelenti a mély érzelmeket. Együtt hatnak, a hold együtt hat Vénusz bolygóval. Ezzel szemben van a kos jegyében egy visszafele tekintő Jupiter bolygó. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik. Itt van mozgás, néha türelmetlenség. Jupiter bolygó adja lehetőségeket, de visszafele tekint, tehát jelenleg még fékezi az eseményeket. Ezzel szemben a mérleg jegyében a hold és Vénusz bolygó még úgy mérlegeli a dolgokat. Az egyik oldalon van a türelmetlenség, a másik oldalon pedig a mérleg jegye, mivel mérlegeli folyton a dolgokat, inkább a lassúságra utal. Mivel Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a holddal együtt szemben áll, itt tükröződik valami. Azon kívül ez olyan, mint egy mérleg. Kell az egyensúly, ne túl gyorsan, de ne túl lassan, ne túl sokat, ne túl keveset. Itt kell az arany középút. Mérlegelni a dolgokat, látni a lehetőséget, és ezekkel a lehetőségekkel kell élni. És mivel Spica csillag szintén hat a mai napra, ez lehet
Egy jó kezdet. Jupiter bolygó nem csak a szerencsét és a lehetőségeket jelenti, hanem kihat az igazságra, vagy mutatja az igazságtalanságokat. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit igazságtalannak látsz. És itt most fontos mérlegelni a dolgokat, cselekedni, bátornak lenni, hogy megkapd az igazságot. Vénusz bolygó a holddal együtt a mérleg jegyében nagyon erős, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett. Ez a nőies energia. Mars bolygó szintén erős, hiszen Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, és uralkodik a Szkorpión jegye felett. Ez a férfias energia. És mindez kihat pozitívan a párkapcsolatra. És ez volt a kozmikus üzenet december 9-ére. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!